Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az elcigi tesztek piknik, fújt ki, piknik edition a kertből, mert hogy felhőnek megjött az eredeti GS2, egyenesen a Németországban, egyenesen a németektől, úgyhogy megtapizzuk, kimossuk, leforrázzuk, megtekerjük, megkóstoljuk, kidobjuk, ha nem jó. Ennyi. Irány a konyha. Szevasztok! Nézzük akkor, hogy mi van a dobozban, de először vegyük szemügyre a dobozt. Fa. Nem kicsit, nagyon. Azt mondja, hogy System is copyrighted, handmade, és itt van janko.org, gondolom ők a doboz gyártói, és olyan, mint egy kis könyvecske. Ez is fából van természetesen, és ki van könnyítve, és ez felel azért, hogy be tudták itt hajtani. Csodálatosan néz ki egyébként. Itt láthatjuk, hogy ez a GS2, van rajta egy letéphető kis papírszalag. Ezt én most nem letépem, csak megpróbálom óvatosan fölbontani, és itt ezt benyomni. Hopp! Szét is ugrott. Ennyi. Nézzük, hogy mi van benne. Egy Typhoon Check kártya. A weboldalra föl lehet menni, és ezzel a verification kóddal, sorszámmal ellenőrizni, hogy eredeti-e a termék. Aztán úgy gyűrű készlet, mint a nyusziknak fészek, ezt be is csukom. Nos, kívülről így néz ki a GS2-nk. Nézzük meg, itt van ugye a drippel kezdünk Typhoon felirattal, 2 darab ógyűrűvel, méretes levegőjük, pozitív, félretesszük. A tankrészt, ha letekerjük, akkor ez gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, illetve nagyon hasonlít a régi GS-re, megtöltjük, ameddig tudjuk, visszahelyezzük rá fejjel lefelé a kazánt, és már durranthatjuk is a likvidünket. Ezt, ha letekerjük, akkor nyikorog, mert nyilván nincsen még likvid, nem érte. Akkor itt a levegőcsövünk, itt pedig láthatjuk a kivehető üveg, betekintő ablakot, és ott alul az ógyűrűt. Ezt összerakjuk, és mindjárt ki is mossuk őket, úgyhogy nagyon nem szorítom rá. Következő levezető elem, 2 darab méretes lukkal, de ezt most így nem tudom levenni, úgyhogy egy picit később majd. 2 darab méretes lukk középen látjuk a levegőcsövet. Amit látunk még a készüléken, hogy itt is van rajta levegőzés, és ha úgy tekerem éppen, akkor itt is van rajta levegőzés. Na vajon miért? Azért, mert hogy ha ezt letekerjük, akkor meglátjuk, ez a levegőlyuk, ez pont a tekerésünk magasságába tud elhelyezkedni, illetve egy picivel alatta. Tehát ezzel egy plusz lég átmenő levegőmennyiséget tudunk adni a készülékünknek. És akkor itt is szét is tudtam szedni, ugye ez a felső kazán záróelem. Tehát itt tudunk neki plusz levegőt adni, de azt látjuk, hogy ezen csak egy bemarás van, és ha ezt a gyűrűt eltávolítjuk, akkor látjuk, hogy magán ezen az elemen viszont 1-2-3 120 fokonként vannak lyukak. Természetesen dolgoztak a Smoker Store-nál és a marketingesek, külön meg lehet venni hozzá azt a gyűrűt, amivel az összes lukat nyitott állapotba tudjuk helyezni, és akkor ezzel valami bődületes mennyiségű levegőt tudunk a tekerésünkre pluszban engedni. Ezt most visszarakom rá a gyárit. Nézzük a báziselemet. Ez ugyanúgy működik, mint a GT2-nél levehető gyűrű, az egyik nagyobb, mint a másik, ezáltal
be tudjuk úgy állítani, akár ahogy szeretnénk, egészen egy luktól 8 lukig, páros, páratlan, teljesen mindegy neki. Már megismerkedhettünk ennek a beállításával a GT2 videóban, és ugye ez a levegő, amit itt állítunk, ez ott középen fog a levegőcsövön támadni, közvetlen a tekerésünkre. Itt alul láthatjuk azt a sorozatszámot, ami, hát ilyennel én még nem találkoztam, de szép hosszú, ezt kell bepötyögni a typhooncheck.com weboldalon, és ezzel lehet ellenőrizni az eredetiségét. Alul az állítható. 5-10 érintkező, ennél jobban nem kívánom szétszedni, hiszen nem az enyém, meg egyébként is. Tehát, akkor megismerkedhetünk azzal a setup-pal, amivel mi egy tankos rendszert ki tudunk alakítani a készülékünkből így. Most ezt teljesen nem húztam össze. Ez egy tankos verzió, mindenki ismeri. De emlékszik mindenki, hogy van ebből dripper verzió is, ahhoz más sem kell tennünk, csak ezt levesszük. És az előbb nem véletlen nem raktam vissza ezt az elemet, hanem azért, mert nehéz lett volna. Ha a külön megvásárolható drip záróelemet megvesszük, akkor így néz ki a készségünk, és már is szívhatjuk a Typhoon GS2 dripperünket 1000 millió levegőlyukkal mindenhonnan megtámadva. Amire még érdemes külön kitérni, az a gyárilag a készletben helyet foglaló PTFE-cső. Tévesen azt hihetné az ember, hogy ez azért van, hogy a levegőcsövöt szűkítsük vele, de nem, mert, és ezt mindjárt ki is veszem, ez azért van, hogy aki úgy érzi, hogy nem szeretne, vagy nem tud mest tekerni, az bele tudja ebbe a levezetőlyukba, én most nem nyomom bele jobban, ebbe a levezetőlyukba bele tudja nyomni, és megvan oldva a léellátása a készüléknek. Külön kitérünk majd arra az összeszereléskor, hogy milyen setupokkal lehet, mert ugye össze tudjuk szerelni messel, ezzel a PTFE csővel, de föl tudjuk vezetni akár az üvegszálunkat, akár a vattánkat, tehát lehetőségek garmadája áll a rendelkezésünkre. Mossuk át akkor a készüléket. Kész vagyunk a fürdéssel, mindenki tiszta és illatos, előttünk kiterítve a komplett gyári készülék, illetve hát itt pluszba ide raktam még ezt a levegőállítót, én azzal szeretném, akarom, fogom beüzemelni. Kezdjük el összeépíteni. Először is a középső levegőzőjuknak a levegőállító gyűrűje, és már mehet is fel a kis szerelőpadra. Csavar meglazít, kúró begurul, úgyni, ezzel megvagyunk. Jöhet a tekerés, ami most legyen SS032-es a változatosság gyönyörködtet, és mondjuk... egy ilyen kis csinos darabot lecsippentettünk, jön a tehetségtelenek segédeszköze, a kúró. Tekerjünk mondjuk hetet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és legyen 8, 9, majd mindjárt meglátjuk, hogy miért. Lehúz,
visszatesz, és egy, kettő, és van egy tökéletes 7 menetes mikrokoilunk, amit én ezennel be is szerelek ide. Jaj! Azt mondja, hogy... Bocsánat, hogyha nem látszik. Az egyik. A másik. És az lesz, hogy hozom a kerámia csipeszt, és megizzítom vele, de előtte lecsípjük ezt a végét, meg a másik végét. Így néz ki a tekerésünk, igazgatás előtt, és 0,98 század ohm. Még egy picit igazgatunk rajta. Ahogy né. És rárakom egy gyönyörű piros mehára. Picit ráizzítunk. Na nézzük. Picit megkapirgáljuk. Hát össze se kell nyomni, gyönyörűen izzik. Oké. Ezzel kész vagyunk, mert ha elfelejt, vissza a szerelőpadra. Úgy, né? És most jön az, hogy levágunk egy kis cellukottont, mert én ezzel favorizálom. Egy ekkora méretű darab bőven elég lesz. Lehet, hogy még sok is. Úgy. Ez jónak tűnik. Nem túl szoros, nem túl laza, tökéletes. Azt csináljuk most, hogy rárakjuk a felső elemet, úgyhogy áthúzzuk, mint a réginél a nyuszi füllel. Égni. És összetekerjük. Ezzel megvagyunk, akkor pedig fogjuk, és én itt, és itt levágom róla. Ekkora nyuszi fülünk maradt, és itt már ugye van pufferünk is, úgyhogy nyugodtan játszhatunk vele. Én most azt csinálom, hogy egy picit letömködöm.
Így, né? Jöhet a referencia málna. Így, né? Most vesszük elő azokat a PTFE csöveket a zacsiból, az egyik a másik. Ezeket a kis csöveket berakjuk most ide. Most fogjuk a felső záróelemet, és szépen így az asztalra lerakjuk, és PTFE csövek most már tökéletesen bele fognak érni a vattánkba. Így felső tankrész összeszerelése. Ahogy né, málnás lekvid, gyerünk a helyedre. Úgy, levesszük a kis szerelőpadról. Levegővájatok nyitva, 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 nyitva. Nézzük meg akkor, menjünk újra a szabadba, és gőzöljünk vele egy nagyon durva nagyot. Küzdelmes volt, kitakarítottuk, beüzemeltük, kint vagyunk, folytatódik a piknik. 0,93 lett a vége, nedvesítés után, és TC-ben használjuk hány wattal? 19 watt. 19 watt. 220 fokon. Az összes levegőjukat kinyitottam, ami a csövön kifér. És benne van az is, hogy fú a szél. Az előző GS is jó volt. Szeretnéd megkóstolni a saját kazánat? Nem, nem, mindenképpen nyugodtan szívve, csak még amíg itt vagyok. Hát ez nem a friss tekerés miatt érzem ilyen rohadt jónak. Betyár mindenit. Újra a régi málna íz. És ez még csak az egyik setup volt, mert ugye, mint mondtam, ezt meg lehet építeni drippel is, messel is, mármint, hogy meslevezetővel. És azt elfelejtettük mondani, ugye, hogy lehet hozzá a Smoker Store-on külön kapni kis vattakorongot, hogy még ezeket a csöveket sem kell belerakni, csak simán a vattakorongot, mint régen ugye a vattakukacot körbe rakni. Ők készítettek egy ekkora méretű, direkt ide passzoló korongot, amit meg lehet külön venni jó pénzért is azt belerakosgatni, de hát ezt kézzel is ugyanúgy ki lehet vágni egy darab Muji vattából, vagy bármi hasonló lapka formájú korong, vagy korongból, vagy lapkából, teljesen mindegy, hogy... A user manuálban meg is van hozzá a leírás, hogy ezt hogy tudod hány oldalas megcsinálni. Hát nem emlékszem, egy ilyen... Sok. Sok. De szerintem egy legalább 9-10. És 21 alkatrészből áll az extrákon kívül. Az extrákat nem beleszámítva. 21, a K4 az meg 43? 43.
43-21, tehát azért fejlődik itt is a tájfun, lesz ez még több is. Egy közben csorog a nyáron, de nem baj. Szokottan szíved, mi az a másik? Valami hát tempkontrollos, amit nem tudsz használni. Jó van. De a referencia málával van szintén töltve. Azt érdemes megjegyezni, hogy a felső levegőállító gyűrű az ugyanúgy működik, mint a meg nem... Pelzó. Igen, mint a pelzó, tehát azt, hogyha ráhúztuk a kazánt, akkor ezt nem tudjuk elállítgatni. Értelemszerűen óvatosan fejjel lefele fordítjuk, egy picit kicsavarjuk, elállítjuk, ahova szeretnénk, vissza, és kész. Most már csak az alsó levegőlyukak vannak nyitva. Gyönyörű gőze van így is szerintem. Csendesebb lett a kazán annyi. Csendesebb, és az íze, hát gondolom ugye azért, mert hát kevesebb levegőt rántunk föl hozzá, de az íze is szerintem intenzívebb. De nagyon, nagyon kellemes íze van, és úgy, hogy DC-ben egész más ízeket éreztem, de a málnát azt tudom viszonyítani, hála Istennek, és most mind a 8 levegőjük nyitva van, azért eszi rendesen a likvidet zárója bezárva. Ezért töltöttük referencia málnát, hogy legyen összehasonlítás alapja, hogyha DC-módba hajtjuk ezt a kazán, és akkor milyen, annyi az előnye az SS-húzolnak, hogy ez bármilyen vari voltos készülékre rá tudjuk tenni, és azon ugyanúgy tudjuk hajtani, ha éppen nincsen egy Dani V2 a kéznél, ami ugye az SS-húzolat meg tudja hajtani TC módban. Ez a te videód? Nem, de gondoltam, hogy ez egy jó. Köszönöm, addig tudom szívni. Jó. Hozzáteszek valamit. De lehet, hogy vissza se adom neked ezt a kazánt. Ettől ki lesznek páran. Nagyon jó íze van, és szerintem még, hogyha a drip feltétet kipróbálnánk, amire most a mai piknik során már nem lesz sajnos idő, akkor az a még töményebb, még intenzívebb lenne az íz. Nagyon pici ugye a kazántér. 4,5 milli, és folyamatosan... Ez csak három. Három? Ja, 4,5 a nagyobbik fénypalásta. Az nem nagyobb, csak ugye azzal... Hiányzik ez a rész. Nem, hanem az üveg ugye az egy... Le van szűkítve a belső mérete a kazánnak, és annyit ad hozzá, hogy 1,2 milliliterrel több folyadékot tudsz beleönteni. Easy. Szerintem én ezt itt kiveszem az üveget, és behegeztem a francba. Az se egy rossz ötlet. Ez lesz. Beton. Nem vagyok ízirigy. Szívjad meg te is. Én addig a régi GT2-t. Fú, de más íze van. Mert vagy ebben is referencia mána van, és szinte majdnem ugyanaz a tekerés, csak nem TC módban, hanem... Szinte majdnem ugyanaz, csak nem TC-ben, és nem ugyanarra van, és nem ugyanazzal. Egyébként majdnem ugyanaz. Na de zsír. Nagyon jó. Azt mondtam, hogy a videó után kiszedjük a tekerést belőle. Elmossuk, visszarakjuk a dobozba. És akkor visszaküldjük. Ennyi. Visszaküldjük a németeknek, dolgozzanak még rajta egy kicsit. A viccet félretéve. Én azt gondolom, hogy a GS1 versus GS2 erősen érződik benne az innováció. Tehát, hogy... És ha most emellé odaraknám az előző generációját, azt mindenki mondta rá, hogy csúnyuska igazából semmire nem illik, mert olyan, mint egy víztorony, de ez patentul néz ki. Igen. Ez rohadt jól néz ki. Szerintem ezekkel a plusz levegőállítással, meg azokkal a bemart pufferekkel találkozni fogunk, majd a GT3-ban. Nekem ez kell. Nekem is.
akkor már ketten vagyunk. Hát ez a sorozatszám 292, 541, 636, 38, kötőjel 10, 50. Mondd vissza. Pedig ez is málna? Mind a háromban málna van. Referencia málna. Referencia málna. Úgyhogy térjünk ki a fájdalmasabb részére. Mennyibe került? 129 euró az alap. Itthon sajnos már nem kapható, úgyhogy a smokerstore.de-ről kell megrendelni. 130 plusz a szállítás. Igen, az 10 euró. 10 euró, és még a kiegészítők. Plusz kiegészítők. 8 euró volt a 3 levegő állíthatósági gyűrű, és azt hiszem, hogy ilyen, nem akarok hazudni, 10 euró, 10-12 euró környékén volt a drip feltét. És akkor még ilyen apróságokat nem tettem hozzá még pluszban, hogy a levezető csövekből legyen tartalék, még egy tömítő gyűrű. Jó, tehát akkor 150-ből ki lehet hozni. Igen. 150. De akkor megvan minden. Osszunk, szorozzunk? Az 45 ezer forint. 45 ezer forint. Nem soká itt lesz a... Mindig keverem a GT-vel, de ez GS2-nek a klónja is más webshopokban, magyar webshopokban. Kíváncsi leszek, hogy mennyivel lesz másabb, mert hiába mondják, hogy nem lehet érezni a különbséget, lehet érezni a különbséget, ha nem megmunkálásban, akkor bizony visszaadja magát az ízek tekintetében az, hogy most eredeti vagy klón. Hogyha most kint lenne a GS2 meg a GT2, és választanom kéne, akkor nagyon nem tudnék dönteni, mert hogy ez, most pont nem hoztuk elő a kettőfeles provari, de ez a méret, ez pont a provarinak a felső 19-es mérete, tehát gyönyörűen ül a kettőfeles és annál régebbi provarikon ez a GS2, úgyhogy erősen gondolkoznék rajta, hogy most akkor GT2 vagy GS2. Igen, de én ezt a Markbox-ra tervezem feltenni, azon se fog szerintem szarul mutatni. Azon se lesz csúnya, igen. Úgyhogy ennyi volt a kis kerti piknik ma, egy rögtönzött GS2 bemutatóval. Lehetne még szofisztikálni, hogy most összerakjuk a drip feltétet, meg messel, meg anyám kínjával, de kis kepsz csinálónak, hogy mit tud a készülék, és hányfajta beállítása, és hányfajta konfigja létezhet, arra remélem, hogy ez a videó is jó volt nektek. A csatornára itt tudtok feliratkozni, az eddigi videókat itt tudjátok megnézni. Köszönöm, hogy végignéztetek minket, sziasztok! Sziasztok!